egyben marad a CDU-CSU frakció szövetség, a jobb középpárt szövetség. Hát ez volt az a része a választási eredménynek, ami az eredmény ismeretében már kevéssé lehetett kérdéses. Balázs Péter, a vendégünk, jó estét kívánok, jó estét, professzor úr. Amikor az ember külügyminiszter, volt külügyminiszterként visszagondol arra, hogy zajlik az európai politikában a kis és nagy alkuk rendszere. Most az európai politikusok feszült izgalommal várták, hogy ki lesz a befutó, és milyen arányban, hogy kivel, hogyan tudnak ők majd tárgyalni, hogy mi változik feléjük, és hogy változik az ő politikájuk ennek fényében? Minden nagyobb országban a választásokat általános közérdeklődés kíséri az Európai Unió részéről, hiszen ők meghatároznak alapvető irányokat, és súlyt adnak különböző döntéseknek, ami most különösen fontos, amikor az Unió egy útválasztás küszöbére érkezett. Azt elég pontosan lehetett tudni, hogy Angela Merkel lesz a befutó, ezt hetek óta mindenki elég pontosan látta. Amit az utolsó pillanatig nem láttak, hogy kivel fog kormányozni. Tehát, hogy ebből a sokaságból végül is 7 párt jutott be a Bundestagba a korábbi 5 helyett, és ez a 7 párt 6 frakciót fog alkotni, mert az említett 2 uniópárt, a CDU és a CSU egy frakcióban dolgozik. Nos, hogy ezek közül milyen fölállásban, milyen kormány áll össze, és annak mi lesz a kormányprogram, és merre megy, merre viszi Németországot, ez nyitott volt, ez tegnap este eldőlt. Az, hogy a szociáldemokratákkal nem lesz koalíció, ezt a szociáldemokratáktól lehet tudni, mert Angela Merkelék elmondták ma is, minden megszólaló ezt hangsúlyozta, hogy ők tárgyalni akarnak. Könnyebb vagy nehezebb lenne Angela Merkelnek a szocdemek nélkül? Ugye Angela Merkel nélkül nem lehet kormányt alakítani, ez a kiinduló pontja mindennek. Tehát ő adott, mint legnagyobb erő, sokat vesztett, de még mindig ő áll az első helyen, egy 33% körülbelül a végeredmény az uniópártok számára. És az SPD, a szociáldemokraták a második helyen vannak. Ők is veszítettek, de még mindig a második helyen vannak. Na most ketten együtt bőven kiadnának egy nagy koalíciót. Egy erős nagy koalíciót, ugye kicsit több, mint 700 fős lesz most a Bundestag, és abból hát majdnem 400 mandátum ma van a két eddig kormányzó pártnak. Ez lenne a folyamatosság. Martin Schulz a szocdemek nevében a választás éjszakáján az első nyilatkozatában azt mondta, hogy ő nem kívánja folytatni a nagy koalíciót. Őket eléggé felmorzsolta ez a közös kormányzás. Ugye a kisebbik partnerek szokták a profiljukat, jellegüket elveszíteni az ilyenben, eltűnnek nyomtalanul. Láttunk már ilyet itthon is. Nekik most pont az lesz a jó a következő időszakban? Na most arcuk? Ők tudnak ellenzékben politizálni? Ellenzékben tudja profilírozni magát. Megint föl tudja építeni magát. Valószínűleg ez következik most. És mint az ellenzék legnagyobb eleje az érő, neki komoly szerepe lesz a politikában. Volt olyan variáció, amiben a magyar kormány Orbán Viktor érezhette úgy, hogyha ez a variáció jön be, akkor azzal járnak ők a legjobban. Ugye Martin Schulz sem, Orbán Viktor kenyeres pajtása és Angela Merkel, bár egy pár szövetségbe tartozik a Fidesz-szel az ő pártja, de hát elég sok konfliktus felvállalt. Hát Orbán Viktor érezte a szélirányt, látta azt, hogy itt Merkel fog győzni, és már előre beállt ebbe az irányba, és mondta, hogy ő érte imádkozik. Nos, az Orbáni ima nélkül is Merkel futott volna be, úgyhogy ez talán a kisebbik rossz számára, mert mégiscsak egy pár családba tartoznak, és Merkel ugyan nagyon kritikus Orbánnal szemben, és lehet, hogy most még kritikusabb lesz majd az új felállásban, de még mindig nem ér el azt a szintet, ahogy Martin Schulz szokta. Na, most célegyenesbe fordultunk. Az új felállás ugye egy hát meglehetősen érdekes jamaika szövetségnek mondott új felállás. A színek miatt, amit a pártcsaládok vagy a pártok magukénak tudnak, hogy abból a jamaikai zászló jön ki. Ez mitől lesz Orbán felé egy erősebben kritikus Merkelt előhozó szövetség? No, úgy tűnik, hogy ha majd a koalíciós tárgyalások sikerre vezetnek, akkor a két uniópárt két új partnerrel fog felállni. Az egyik a zöldek,
ugye velük így még nem kormányoztak együtt, a másik egy régi partnerük, de nem az a, ez egy jobb liberális párt az FDP, de nem az a fajta jobb liberális, ami a régi klasszikus, még a Genscher által vezetett, hanem egy teljesen megújult. Ők a gödörből jöttek vissza, kiestek a Bundestagból, és most visszajöttek 10% fölötti eredménnyel, ami nagyon szép teljesítmény, egy teljesen új arccal ez a Christian Lindner, nagy ambíciókkal. Na most négy pártból kell egy koalíciót összerakni. Ebből egyetlen egy van, amelyik szimpatizál Orbánnal, ez a Bajor Keresztény Szociális Unió, a CSU. A CDU pártcsaládon belül is kritikus, a liberálisok nagyon kritikusak, ezt talán inkább az Európa Parlamenti képviselők Lambsdorff mondta ki elég gyakran, de ő ugyanazt a vonalat képviseli. És nagyon érdekes, hogy tegnap este az első körben, amikor a hét párt vezetői rögtön a választás után egy asztalhoz leültek a televízió nyilvánossága előtt, két mester riporter vezetésével, az ember csak nézi könnyes szemekkel, hogy bárha Magyarországon ilyen lenne, mert ők a választás előtt is, és után is a hét párt képes volt egy asztalnál egymással kulturáltan beszélni. Nos, akkor az utolsó körben villámkérdésekkel bombázta a két riporterre jelenlévőket, és a zöldek egyik vezető figurája, Katrin Göring-Eckardt, azt a kérdést kapta, hogy vajon ő kirakná-e Magyarországot az Unióból az ilyen viselkedés nyomán, amit Magyarország produkál. És ez a nagyon kemény hölgy azt mondta, hogy Orbánt igen, a magyarokat nem. Tehát egy bölcs politikai választ adott, és azt mondta, hogy Orbán Viktor viselkedése tűrhetetlen, itt valamit tenni kell, de van Magyarországon ellenzék is, és hát van a Magyarország és a magyar nép, azokat nem kéne sújtani, tehát olyan megoldást hát kell találni. Hát azért ez egy dodonai válasz is egyúttal, mert hát Orbánt nem lehet kirakni Magyarország nélkül, Magyarországot pedig nem lehet kirakni akkor, amíg igen, Orbán de miniszterelnök. Lehet olyan eszközöket alkalmazni, amelyek feltételekhez kötöttek és egy kormánynak szólnak, tehát azért ennek meg lehet találni a technikát. Mindezt miért mondom? Azért, mert jelezte a zöldek gondolkodását. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy van egy CSU, amelyik nem ellensége Orbánnak, és másik három párt különböző fokozatokon bizony nagyon kritikus lesz ezzel a vonallal szemben, amit pillanatnyilag csak Magyarország és Lengyelország képvisel, egymást támogatva az Unióban, de szembe megy a fősodorral, szembe megy a többséggel. Meglepő, hát mert tulajdonképpen az elmúlt hónapok alapján nem is annyira, hogy a bevándorlás ellenes alternatíva Németországnak az AfD milyen jól szerepelt. Mondják, hogy elsősorban a kelet-német szavazók hozták be, de hát azért ez emennyire egyszerű ez a képlet. Egyfelől, másrészt szokták rájuk mondani, hogy szélső jobb oldaliak azok? Nos, az AfD erősen szélső jobb, és valóban a volt NDK területén az új tartományokban a legerősebb. Ott van, ahol a 20%-ot környékezi a népszerűsége, országosan 12,6%-ot. Nem kevés. Érdekel, ez figyelmeztető, komoly jelzés. Ugyanakkor érdekes azt látni, hogy az összes többi párt felsorakozott vele szemben. A CSU is, mert éppen a tegnap esti vitában próbálta az egyik AfD, és azt mondani, hogy kérem, mi egy konzervatív polgári párt vagyunk. Álljunk meg, mondta a CSU jelenlévő képviselője, azt mondta, az mi vagyunk. Maguk innen még jóval jobbra vannak. És ami még érdekes, hogy győzelem ide vagy oda, a mai napon a párt elnöke, Frauke Petri, bejelentette, hogy ő bizony nem ül be ebbe a frakcióba, mert nagyon elmentek a jobb szél felé a képviselők. Egy Gauland nevű idős úr olyan fasiszta szövegeket nyomott a kampány során, hogy hát ez még a saját pártársának is. Mondjuk neki is jókor jut eszébe sok már volt. A választási eredmény jókor ismeretében. Jókor jut eszébe, igen, a kampány végén, mondhatta volna az elején. Tehát nem annyira egységes, itt különböző fokozatai vannak a szélső jobboldaliságnak,
Az tény, hogy 94 képviselő be fog masírozni a Bundestagba. Ezt úgy értsük, hogy ez a mondat hangzott, tehát van egy ilyen militáns légkör körülöttük? Hát elhangzott például olyasmi, ez a Gauland mondta, hogy büszkének kell lenni arra, amit a német katonák az első és a második világháborúban tettek. Most ez egy hajmeresztő kijelentés, ez egy elfogadhatatlan kijelentés. Tudnilik, a németek túlnyomó többsége szeretne megszabadulni attól a képtől, amit rájuk ragasztott Vilmos császár nagy háborúja, az első háború, és különösen Adolf Hitler második világháborúja és összes rémtette, és ők azt azáltal tisztultak meg, hogy azt mondták, hogy mi nem azok vagyunk, mi mások vagyunk, és hatalmas nagy bűnbánaton és jóvátételen keresztül elérték, hogy ma őket Európában egy kulturál, demokratikus, progresszív nemzetnek tekintik. Na most ez ellen mocorog az AfD, és szembe találja magát a nagyon nagy többséggel. Én most arra számítok, hogy a Bundestagban két frontvonal lesz. Nem egy, mint általában, hogy kormány és ellenzék, az is lesz, az első. És lesz egy olyan, hogy AfD és az összes többi. A parázs az valahol a mélyben mindig ott van, csak el kéne taposni. Hát most ezt nem szó szerint értem. Így van. De hát felütötte itt is a fejét az, amit mondjuk nálunk kitörésnapi megemlékezésként ismerünk, és hasonló egészen szörnyű történetként. Köszönöm szépen. Köszönöm.